És akkor már itt vagyunk a ring mellett Nagy Zoltánnal, és azt gondolom, hogy egy érdekes találkozóval indul ez a mai összecsapás, mert hogy az újonc Vanya Bacsics révén egy 18 éves fiatalember mindjárt bezsókerezett a debreceniek olimpikonja ellen Kaluca Norberttel szemben, aki nagyon komoly eredménylistával rendelkezik, és az egyik legrutinosabb magyar ökölvívónak is mondhatjuk. Meglepődtél ezen? De hát most kijelent egyenek Joger Görvics egy egyszerű történet, vagy Török Feri a nagyütő, vagy Nagy Péter a magyar bajnok, vagy Bacskai Balázs, aki a Joker, és ugye magyar ökölvívók között ő a legeredményesebb. Nem tudom, hogy nézték-e egyáltalán a csapatot, hogy ki, megnézték-e az oldalon, hogy kik voltak egyáltalán a Debrecen csapatjában, és hogyha ha megnézték, akkor Kaluca Norbert nevét sokszor láthatták. Meglátjuk. Mutatunk majd statisztikákat, egyébként Kaluca Norbert szerezte a legtöbb pontot a Boxing One történetében, tehát 21 meccsből 29-et nyert, tehát hogyha megnézték, akkor látták azt, hogy hát ez a fiú ez elég gyakran ott van a ringben. Igen. És hát Vanya Bacsics révén pedig első alkalommal szerb ökölvívó itt a Boxing One sorozatában, hiszen eddig 16 nemzet fiai mutatkoztak be, és most újabb kettővel bővül, hiszen lesz majd két montenegrói versenyző is a szerbek mellett, mindez azt jelenti, hogy már 16 országnál tart majd a liga. A szokásoknak megfelelően a hazaiak a kék sarokban, kék kesztyűben és kék fejvédőben, ezúttal kék szerelésben is, a debreceniek pedig vendégként piros kesztyű, piros fejvédő és a megszokott fekete mezükben. Nagyon bátran kezd a kis hazai fiatalember Vanya Bacsics. Egyáltalán nem mondható az, hogy megilletődött lenne, de Kaluca azért egy-két testütéssel már jelezte, sőt most fejen is próbálkozott, de jól hajlott el a szerb öklöző. Nagyon türelmes a szerb, fiatalkor ellenére kivár. Ugye általában mindig a fiatalok nagy hével szoktak kezdeni, főleg ebbe a súlycsoportba. Nekem főleg egyébként majd amire leginkább kíváncsi vagyok, ugye, hogy valamennyi szerb csapatról elmondható, bármilyen sportágról beszéltünk, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, hogy ott vannak a világ élvonalában, és nagyon nagy küzdők, amelyet nagyon technikusak, és ugye akkor, amikor a szerb ökölvívásról beszéltünk eddig, akkor mindig az volt, hogy nagyon erősek, nagyon küzdelmesek, de mennyire lesznek taktikusak. Ez mindenképpen erre választhatunk, kaphatunk már akár az első mérkőzés után is. Terveink szerint egyébként, ahogy a korábbi esztendőben, most is megmutatjuk majd a mérkőzések szünetében azt a pontozást, amit mi itt a helyszínen nem látunk, de önök majd miután felvételről nézik az összecsapást, látni fogják majd, hogy vajon mennyire látták ugyanazt a bírók, mint akár önök a képernyők előtt. Egy szerb, egy magyar, illetve három román pontozóbíró, és a három román sportbíró közül egyikük éppen bent van a ringben, és ő vezető bíró ezúttal, és nem pontoz. Őt egyébként úgy hívják, hogy Valer Kocsuvinku Ramona Kirok, illetve Mihály Jon, két semleges bíró, Kádár Sándort delegálták a debreceniek, itt a Milorad Gligic, akivel találkoztunk már a Boxingban elődöntőjében és a döntőjében, ők pedig szerb részről a mérkőzés pontozó bírája. Erőteljesen jön előre a szerb srác, és a közönség ezt rendszeresen tapsal, honorálja, de Kaluca is szépen talál többször is. Igen. Hát nem tudom, nagyon feszülten figyelem ezt a menetet, és mindegyik oldalon van találat. Kaluca testre próbálkozik, és onnan megy fel fejre. A szerb versenyző az, hogy bal egyenes ütött nagyon sokszor, és rá jobb felütést, onnan próbált fejre felhúzni, bal egyenes követő jobb felütést fejre, egyszer-kétszer váltott ütemet. Ami hiányzott ebből a menetből, az a dinamika, nem tudom, hogy látta, tehát nem volt egy dinamikus menet a súlyhoz képest. Én azt láttam, hogy mintha Kaluca egy picit visszafogta volna magát. Igen. Hogy ha már bezsókerezték ezt a srácot, akkor biztos tud valamit. Az első menetben nézzük meg, és aztán igazítjuk a taktikát. Ahhoz gondolom, hogy Dél István vezetőedző meg is mondja neki, hogy mi az, amit esetleg érdemes tenni itt a második menetben.
hol lehetnek a gyenge pontjai a szerb fiúnak. Egész komoly mezőn gyűlt egyébként már össze itt a Boxing One sorozatban, hiszen ugye ez most már a 7. szezon, ami kezdődik, és a 300 fölötti ökölvívó mutatkozott be a sorozatban, most egy újabb héttel bővül, hiszen mindenki újonc, nem csak a szabadkaiak, hanem azok a versenyzők, akik majd a színbe lépnek. Faluca hajtott karütésekkel próbálkozik, Bajic pedig egyenesekkel, és zártan mozog el. Igen, sokat üt fedezékre, ebből, hogy mennyit talál. Igen, megint ezt a jobb felütést erőlteti. Ez jó lenne fogadóra, de igen, és most be is jött. Igen, el is csípte. Igen. Ebben a menetben talán többet próbálkozott most Bajic, de Kalucának több volt a tiszta ütése. Szép. És megint jó volt a megelőzés Bajic részéről. Bejött, pedig azt hittem, hogy Kaluca ezt már úgymond leveszi, és próbál, figyeli azt a jobb felütést, és próbál balhorgot ütni rá, ugye az nagyon jól. Hát nem véletlenül Joe kereszték ezt a srácot, Zoli, azt mondom. Igen. Megint megszűrődött ezt a jobb felütést, nem is talált, tehát... Igen. Amilyen lendületesen ugrott neki Kaluca ennek a menetnek, egy picit Bajic megfogta őt. Igen. És most megvan. Egy-egy test és fej kombinációval azért megpuhítja. Átment a fedezéken kétszer is, most jó volt az elhajlás Bajic részéről. És Kaluca most átvette az irányítást. Itt mellettem a nagyon jó menet. Szabadkai drukkerek felsóhajtanak. Igen. Egy-két ütés bizony, most benyeltek ezt. Akárhonnan nézzük. Igen. És most Kaluca jobban próbálkozik, talán egy kicsit tenyeres volt ez. Igen, jön az utisás hármakat. Igen, ez a kis srác tipikus az Bajic, hogy rá kell állni. Elfogyott volna egy picit az erő? Mit gondolsz? Nem, most kellett, a háromból betalált. Kellett mondanom mindjárt. Igen. Magához tért. Nem szabadna hátralépni, ott kell maradni, szép ott. Nem érzem, hogy magyar részről egyébként lenne bármi probléma, mert Dél István, aki azért hébe-hóba szokott utasításokat adni menet közben, igen, most... kellően csöndesen figyeli a látottakat, és az hogy mondjam, hogy alig, hanem többé-kevésbé elégedett lett tanítványával. Bár Bajicról azt kell, hogy mondjam, hogy egyértelműen igazolja azt, hogy miért is Joe kereszték be. Mondom annak, hogy a többieket nyilván még nem láttuk. Nézzük akkor, hogyan látták a pontozók ezt a menetet. És akkor talán már önök fejében is kialakult egy kép, miközben érkeznek a ringlányok, és ezért van nagy tapsit a nézőtéren. Mutatunk egy statisztikát gyorsan még a menet előtt, nevezetesen arról, hogy kik voltak azok az ökölvívók, akik a legeredményesebbek voltak a Boxing One eddigi 6 szezonjában. Kaluca, Szellő, Bacskai, Zámbó, Tomasz Vanyó, Dél Szabolcs, Káté Gyula, Klassz Árpád az élmezőnyben. Bacskait is látni fogjuk, Dél Szabolcs is látni fogjuk, Kalucát is látni fogjuk, tehát a debreceni színekben boxolók közül azért jó néhányan ott vannak az élmezőnyben. Persze, ugye nekik ez az 5. szezonjuk, ilyen szempontból előnyben vannak a szabadhelyekhoz képest. De már is mehet akkor a box. Megint azt látjuk, mint az előző menetben, hogy Kaluca jön előre, talál, és hogy Bajic meg tudja fogni. Most a szószoros értelmében fogja, az nagy kérdés lesz. Igen. Jól mozog hátrafelé, igen, és jobb egyenes kellene ütni Kalucának, meg kell állítani a jobb egyenest, és ez az, ez kellene. Már elnézést, hogy drukkoljak valakinek is, drukkolok az ökölvívásnak, igen. Ezeket a fogadó ütéseket kell ütni a szerb kis srácnak, megelőzgetni Kalucát, mert Kaluca jön előre rendületlenül, és üti a hajtott kar ütéseit. Nem is hajol törzsből, oda megy egyenesen,
Szép, most egy szép hajlás Klaucától, de nem indított belőle akciót. Ezek olyan félgőzös ütések volt, és most volt egy szebb találat. Jött rá egy jobb test felütés, és megint ott az a jobb fej. Klaucé sokszor beszedi ezt a jobb fejre, ezt a jobb felütést. De hát ez az a sportág, ahol egy dolgot többször el lehet adni, hogyha Webő rá Kaluca, és most volt két szép szerb találat. Vajna Bacsics, tehát meg kell tanulni az ő nevét is, mert szerintem szép volt, most direkt bekezdett jobb egyenessel, nagyon jó. Kaluca szándékosan, igen, látom, hogy nagyon próbál a lehető legkisebb, igen, távolságra helyezkedni a szerb ellen felétől. Jó csinálja, csak most belegyalogott egy jobb egyenesbe. De Bacsicsnak egyértelműen jók a kontrái. Hoppá, megint megelőzte. Beleesett Kaluca, beleesett az ütésbe. Ugye másik, megint leforgott balorog, ezt jól csinálta Bacsics. Megint jobb csapott. Na végre Bacsics elkezdett lábon mozogni. Hát ez a Bacsicsnak jobb ez a menete, mint a második volt, ugye? Vagy az első, igen, igaz? Igen, egyértelmű, ez a legjobb menet eddig. Igen, lehet, hogy azért egy nagy nyomás egy ilyen fiatal versenyzőnek, hiába rendelkezik mondjuk nagyon jó idegzettel. És megint kétszer elcsíptek a Lucát. Nagyon jó idegzettel, azért rátették a súlyt rendesen, a kereszt rajta van. Cipe, ez az megint szép volt, már egyértelmű tiszta ütések. Igen, megint. Hát bajban lesz Kaluca, nem tudom, hogy volt-e neki, igen, előnye, de ha volt, az nagyon elfogyhatott itt ebben a menetben. Igen, mert igen. Mert egyszerűen a szerb dorzasztó sokat talált tisztán. Szép. Na, ahogy szoktuk mondani, itt fogok látni egy elégedetlen edzőt. Négy vereség van eddig a ligában Kalucának egyébként a 21 mérkőzésén. Legtöbbször győztese hagyja el a ringet, ugye hozzátartozik, hogy neki ez nem az eredeti súlycsoportja. Csak ilyenkor nem nagyon kell fogyasztania, sőt még néha egy kicsit hízni is kell ahhoz, hogy beleerősödjön. Ugye 56 kg-ról beszélünk. Jók. Na, most sült el Kalucának az a balhorog. Ki tudja, hogy nem lesz túl későn. És kezd. Itt a vége. Még a végén kezdett a kisrác. Hát meglátjuk. Hú. Hát nehéz lenne, azt gondolom, hogy belelátni a pontozó bírók fejébe, de ezt a menetet én szerintem vastagon hozta a szerb srác. Igen. Hát, hogyha azt nézzük, igen, és az első is olyan, nem is tudom. Kiegyenlített volt. Igen, a második mondjuk Kaluca, hát... Nem. Meglátjuk majd. Igen. Minden esetre nem indul rosszul ez a szezon, azt kell, hogy mondjam, Zoli. Nem, és mondom, ahogy említettem, már lesz egy elégedetlen edzőnk most. Úgy látom a zsűri asztalnál lévő mozgolódásban, hogy két elégedetlen edző lesz, Zoli. Mert hogy döntetlent hirdettek ki a mérkőzés alapján. Mindez azt jelenti, hogy ahogy tavaly már sokszor, elveszett a Joker pont. Igen. És egy-egyről indulnak akkor a csapatok. Így van.